ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो हरे कृष्ण। Első fontos tanítást, amit Krishna kezd Bhagavad Gita-ba, amikor már filozófiát kezd mesélni, ez az, hogy nem vagy ez a test. Ezzel kezdi. Mert megérteni, hogy nem vagyunk ez a test, ez egy nehéz dolog igazából, mert ez az azonosság a testtel, ez egy nagyon erősen, nagyon mélyen be van, hogy mondjuk, be van ívódva, szívódva, nagyon össze van ragadva. Mert amikor a lélek kapcsolatba kerül anyagi energiával, és próbál használni élvezetre, akkor a anyagi energiának az a azonossága, vagy megfogalmazása, hogy tamasa buddhi, hogy ez egy sötétség, tudatlanság. A világ ez az egész sötétség. Itt, hogyha nem lenne napfény, vagy most ez a lámpafény, akkor csak sötét lenne. Ezért a világ tudatlanság. Ezért, amikor valaki élvezni próbál a világot, amit most mindenki próbál, közben vannak azok, akik próbálnak kutatni spirituális dolgok után. És gondolják, hát belefér ez, belefér az. De nézzük meg, mi történik, amikor van anyagi élvezet. Inkább arra gondolunk, az a hangulatot, hogy élvezet, az a korlátlan élvező vágy vagy hangulat. Ez igazából úgy történik, mint hát ez a hatása lesz, hogy avidja. Ahogy csak anyaga, mert például, hogyha belenyúlunk a kézzel a sárba, akkor amikor kihúzunk a kezet, akkor milyen lesz a kezünk? Saros. Ugyanúgy, mikor belenyúl lélek anyagi energiába, akkor ez hatása lesz rá. És úgy mondják ezt a hatást, hogy avidja. Avidja, ez a tudatlanság. És miből ered, vagy miből áll az avidja, miből áll a tudatlanság. Erről lehet sokat vitatkozni, mert valaki mondja, hát hogy tudatlanság ez a világ, hát csak már ez a technológia, amit használjuk most itt a élő adásra, az nem tudás. Itt a világítás meg van szervezve, legyen világítás, nem kell nekünk nap, nekünk nem kell hold, világít. Akkor miért mondjuk, vagy mondják a védek, hogy ez a világ tudatlanság, mikor itt csomó tudomány van, vannak egyetemek, vannak főiskolák, sok minden más oktatási intézmény van, akkor ez miért tudatlanság? Hát tudatlanság minden, ami, ahol nincsen kapcsolat a lélekkel. Hogyha én elfelejtek, hogy én lélek vagyok, akkor én tudatlanságban vagyok. Szóval ez a tudatlanság. Ezért azok a tudományok, amit eltérítenek embert a lelki azonosságtól, az a tudás tudatlanságban van. Például összes iskolai tantárgy, az tudatlanság. Ugye Srila Prabhupada nagyon mondta, egyenesen és erősen mondta, tudatlanság az egész. Szóval
ennek az energiának, ennek a világnak ez a hatása, hogy van tudatlanság. A vidya. Amikor valaki elfelejti, utána mi történik a lélekkel, aki élvezi a világot. A vidya, a smita. A smita az azt jelenti, hogy hamis azonosság. Mert hogy én nem tudom, hogy én lélek vagyok, de nekem kell, mivel én élőlény vagyok, nekem kell azonosság. Azonosítani magamat valakivel. És ezért, hogyha elfelejtettem, hogy lélek vagyok, akkor következő lesz, hogy hamis azonosság lesz. A smita. Nálunk úgy is szavakkal mondják olyan szavakkal, hogy ahankár. Ugye, hogy ahan, ez aham, ahan, írják ahankár, ahamkár. Ez azt jelenti, hogy én vagyok a cselekvő. Én vagyok ez a test. Én, aham, mameti, én és az enyém. A Rupa Goszvámi tanítások nektárjában azt úgy nevezi, hogy upádi. Upádi, ez pont a hamis upádi. Amikor a lélek azonosítja magát a hamis dolgokkal, anyagi testtel, anyagi energiával, anyagi világgal. És akkor, amikor van a smita, a vidya, vagy a vidya aszmita, szóval ember tudatlanságba kerül, hamis azonosság van, az a upádi, akkor ő mit csinál? Akkor az anyagi vágyra élvezet erősödik. Hát mert én az vagyok. Én azért születtem, hogy élvezek. Fiúk meg vannak győződve, fiatal fiúk, hogy azért vannak a lányok, hogy élvezenek őket. A lányok azt gondolják, ők fiúkról nem gondolják, hogy azért vannak fiúk, hogy élvezenek, mert lányok általában magukra gondolnak, hogy ők milyen szépek, hogy ők együtt élvezenek magukat fiúkkal. Mert lányok jobban magán vannak koncentrálva. Hát valamikor fiúk, mindegy, mind a kettő illúzió, mind a kettő hamis azonosság. A vidya, a smita. A vidya, a smita. Abinivesa. És akkor, amikor van a hamis azonosság, ez a upádi, hogy én testtel azonosítom magamat, akkor én kezdek szenvedni. Ragadvesa. Igen, amikor avidya, a smita, ragadvesa. A rága az azt jelenti, hogy akkor én ragaszkodok ahhoz, amit gondolom az enyém, mert az én érzékjelgítést jobban szolgál, a rága, és az, ami kényelmetlen, vagy akadályoz, az dvesa, az gyűlölöm. És akkor ilyen kettőség életbe kezd élni az élőlény. Általában mostani világban ez a kettőség annyira erős, hogy mindenki stresszel. Ez az eredmény, hogy emberek félnek, a stresszek, stresszenek, boldogtalanak. Ez ezért van, mert hamis azonosságuk van. Ezért egyre több munka van a pszichológus, ezért ha valaki akarja pénzt keresni, menjetek pszichológusnak, pszichiáternek. Garantált. Most már a jóga stúdió annyi van konkurencia, hogy már ebből nem tudtok keresni. Most pszichológus, az jó. Abból lehet, mert nincsen olyan ember, akinek nincs problémája. És hogyha tőle jó tudtuk reklámozni, akkor oké. Egyszer, amikor Srila Prabhupád még patikás volt, gyógyszerész, volt nála egy orvos, aki mindig vásárolt tőle mindig gyógyszert. És nagyon tetszett neki, Prabhupádnak a recept alapján, amit Prabhupád készítette, és akkor egy állandó vásárló volt nála. És annyira elégedett volt, hogy egyszer jött Srila Prabhupádhoz, és azt mondta, akkor nem volt Swamiji, hanem Abai Babu, akkor még Prabhupád nem prédikált, és mondta Prabhupádnak, hogy nem tudsz megcsinálni egy ilyen gyógyszert, ami minden betegséget meggyógyítja.
hogy kevert ki egy ilyen receptet. Srila Prabhupád neki mondta, nekem már van ilyen receptem. De hát akkor add el, nekem megveszem. Mondja, nem, most te nem fogsz tudni, mit kezdeni ezzel a recepttel, ilyen gyógyszerrel. És utána, sok idő múlva, amikor Srila Prabhupád már világhíres Lelki Tanító mestere volt, ott volt megint Indiában újra sok-sok új tanítványaival, akkor ez a személy megint találkozott Prabhupáddal, és mondta neki, hogy mondta, hogy most már tényleg látom, hogy volt neked ez a recept. Mert itt vannak, akik te követői, te őket meggyógyítottál. Mert főbetegség, ez az a hamis azonosság a teste. És a bhakti yoga, Krishna tudata, amit megszabadítja ettől a upádítól, hamis azonosságtól, hamis egótól, és akkor mert betegségek ettől jönnek. Karma ettől jön, de aki ettől megszabadul, akkor megtisztul. Szóval ez a ragga dvesa. És akkor Srila Prabhupád mondta neki, igen, most látod, van nekem ez a recept, de hogy akarod, itt van, látod ezek a követők, akik jöttek, mi most csináltunk egy nagy gyártjunk ezeket a gyógyszereket, és ezek minden követő, mert az mindenki disztribútor, hogy mondják magyarul, seller, disztribútor, és mondta neki, te is gyere, most tudsz venni a nagyba tőlem, és akkor másoknak adni ezt a gyógyszert. De sajnos abba már nem ment bele ez az orvos. Ez a megoldás, a rágadvésá. Hogy ameddig ember azonosítja magát ezzel, akkor addig vannak a háborúk, addig vannak szenvedések, addig lesz munka pszichológusnak, pszichiáternek és mindenki másnak. Másképp utána mi történik, akkor már maga, ahogy csak testtel azonosítja valaki magát, már benne van garanciába, 100%-ban a szenvedés jön. Ez a ragadvesa, ez már szenvedés. És abinivesa, jön a félelem. Mindenki fél. Hogyha most bejelentenek, hogy repül atomrakéta Magyarországra. Kész. Mindenki meghal, mielőtt ide jön a rakéta. A félelemből. Ez miért? Mert a hamis testtel azonosították. Srila Prabhupádot megkérdezték, Swamiji, ön mit csinálna, hogyha meg önnek bejelentenének, hogy atomrakéta repül, vagy ledobták önre atombombát? Akkor én, mondja Prabhupáda, akkor én úgy látnék, hogy Krishna atombomba formába jön hozzám. Nincs félelem. Gyerekkorában milyen nevet kapta Srila Prabhupád? Abáj. Mit jelent, hogy abáj? Félelem. Igen. Bája. Ez a félelem. Abája. Félelem nélküli. Igen. Ki a félelem nélküli? Aki lelki tudatban van, aki nem azonosítja magát testtel. Szóval ez volt a Srila Prabhupádnak az azonossága, és nekünk is ezt kell csinálni. Másképp a vigya, a smita, ragadvesa, abinivesa. Szóval félelem a haláltól, mert minden mástól. És ezt úgy hívják, hogy pancsaklesa. Ez az öt, ez amit most felsoroltam, anyagi világ, ami öt ok a szenvedésnek. A vigye, tudatlanság, rögtön. Ez a hatás. Ahogy érintesz anyagi energiát, rögtön ezzel hatással lesz. Mint hogy valaki iszik alkoholt, rögtön lesz hatása rá. Szóval avidja, utána aszmita, hamis azonosítás, rága dvesa, ragaszkodik, gyűlöl, és abinivesa. Szóval ez a világ. És nem csak ez van, hogy minden, hogyha ő megcsinálta azt a tettet,
élvezet tudatlanságba került, hamis ego megjelent, akkor hamis ego hatás alatt folytatja, akarja az élvezetet. És még egyszer megcsinálja, akkor a anyagi világ még erősebben hat rá, a tudatlanság erősödik. Az hamis egója erősödik, akkor egyre jobban meg van győzve, hogy ezt kell csinálnom. Ez az én családom, ez az én országom, én magyar vagyok, én olyan magyar vagyok, hogy ilyen magyar, mint én, még sose volt ebben a világban. És ha megkérdezünk, hát mennyi ruha, ami magyar rajtad? Semmi magyar ruha sincs rajta. Ez a hamis ego, én magyar, én német, én orosz, én olasz, én amerikai vagyunk, és emberek meg vannak győződve, ez az én családom, az én házom. Miből van ez a ház? Miből van a ház? Tégla, föld. A föld kié? Ki a föld? Isteni. Igen, ez az ő energiája. Ezért megjön az idő, amikor ez a ház, ez nem fog állni itt még 400 ezer évek se. Pedig a világ már több millió évig áll, de ez a ház nem fog kibírni még ennyi se, ez majd pár száz év, maximum földre válik újra. Igen, és akkor így erősödik ez a hamiság, enyém, én vagyok, akkor erősödik a vágy anyagi élvezetre, ő megint végzi egy anyagi tettet, és megint a vigyá, még erősebb. És amikor már nagyon erős, akkor ott jönnek már, még akarok, akkor már jönnek a kábítószerek. Mert kábítószer általában az az ember, aki nagyon tudatlanságban van, ő hajlamos kábítószerre, akinek az avidja és hamis ego már nagyon erős. Akkor ő még jobban megy a kábítószer, alkohol, ezek a dolgok. És utána, amikor már nem fér be az emberi létbe hamis ego, akkor jön az állati test. Ez a hamis egónak, a tudatlanságának a következő fázisai. Amikor valaki már annyira tudatlanságban van, hogy már nem kaphat emberi testet, mert úgyis csak moslékot enni fog, meg örüléket, ahogy mondja Srila Prabhupát, akkor már kell másik testet, és akkor lesz neki a mantrája, röf-röf. Szóval ez történik, ez a upádi. Mint ahogy mi kimegyünk ki, volt már temetőbe. Voltatok? Én gyerekkoromban nagyon gyakran jártam. Szeretem valamiért. Én nagyon szeretem temetőbe sétálni. És akkor mi van ott? Semmi nincs ott. Csak upádi, vannak a kövek. Én egy kicsit sajnálom, hogy ilyen drága márványt, amiből lehet nagyon szép templomot építeni, egy semminek csinálnak ilyen sírokat. Tényleg sajnálom ezt a drága követ erre rá. Ezért Indiában milyen jó leégetnek, aztán ott kész. Hát először nem is higiénikus, ugye temetőt elásni a földbe a testeket. Na képzeljétek el azok az országok, ahol vannak temetők, és jön a vízár, vagy árvíz, úgy mondjuk, árvíz. Az milyen betegségek, szennyeződések feljönnek, mikor kimossa a temetőt egy kicsit. Szóval nem is higiénikus. Na mindegy. Ha kimegyünk temetőre, és ott sétálunk, akkor azt lehet látni, amikor nézünk ezeket a sírokat, hogy van írva, hogy hegesztő Péter, nem tudom milyen. És az, amit odaírva, az nem ő. Az csak a upádi. Vagy valahol írják, hogy költő, nem tudom, Marika, nyugodj békébe. Hát ő nem költő, nem Marika, ott nincs is már senki, ott csak ruha van. Ez olyan, mint hogyha a ruháknak is adjunk neveket, és akkor úgy adjon, hogy ruhát szekrénybe is lehet temetőnek nevezni, csak az nem ruhat legalább.
olyan, mint a test. Szóval ez a te, azok a sírkövek, amit látjuk, ez ott, ami rá van gravírozva, ez upádiról szól. Mert egyik életben Józsi a neve, másik életben Sanyi, harmadik évben az a neve, hogy nem tudom, Ilona, és így tovább, akkor Muhammed a negyedik életben, annyi sok. Ez mind upádi, ez nem jó. És ez a hamis dolog egyre erősebb és erősebb. Ezért, hogyha valaki bhakti jógát gyakorol, ez, amit megszabadítja minden szenvedéstől, minden tudatlanságtól, mint egyszer Srila Prabhupádhoz meghívták egy varázslót. Ő nagyon ügyesen csinálta, valamit el tudta tüntetni, valamit meg tudta nyilvánítani, és mindenki nézte, és Srila Prabhupád mondta, nagyon ügyes, nagyon jó. El tudsz tüntetni, látom ügyesen. Van egy kérdésem. El tudnál tüntetni a világnak összes betegséget és szenvedését? Hát, mondta az a varázsló, én nem tudom ezt megcsinálni. Mondta Srila Prabhupád, igen. Pedig én tudom. Prabhupád tudja. Mert mi történik bhakti jógával, hogyha valaki gyakorol bhakti jógát, az történik, hogy amikor gyakorol bhakti jógát ember, akkor avidját, tudatlanságot kikapcsol. Nincs tudatlanság hatása alatt ember. És hogyha nincsen tudatlanságban, nincsen avidjá, akkor mivel a tudatlanság ez ilyen generálja energiát a hamis egónak, mert a hamis ego a tudatlanság hatására jön. És hogyha nincs tudatlanság, akkor többet nincs táplálék hamis egónak, és kezd hamis ego lassacskán csökkenni. És utána, hogyha nincsen annyi ego, akkor már kettősség nem annyira hatásos a lélekre, az ember ebben a világban. És utána nem fél a haláltól, mert nem azonosítja magát ezzel a testtel, tudja ez minden ideglenesen, amit kaptam, ez most van, aztán nem lesz, az úgysem lehet vinni magammal. Így működik ez a upádi. És ez egy fontos tudás, hogy hamis ego alatt élni, hogy gondolni magamat testtel, hogy ez egy rossz dolog, ez egy nagyon magas szintű tudás. Mert hallani csak így róla, ez egy dolog, de amikor valaki ezt megérti, megvalósítja, akkor ez egy magas szintű dolog. Mert ez a megvalósítás, hogy anyagi lét ez nem jó, nem kedvező, mert amikor mi is leszünk bakták, elkezdünk gyakorolni, akkor gondoljuk, na, akkor most csinálok bhakti jogát, akkor lehet, hogy jobb lesz az életem. Mi mindig erre megy a játék. Az anyagi lét. De nem baj, mert ez egy, az oké. De amikor valaki már fejlődik, akkor ez el fog múlni. És akkor jön svarga, apavarga, narakés, apitulata, darsana. Akkor mindegy, hogy milyen körülmények vannak. Hogy mondja a Srimad Bhagavatam, most pokolba vagy mennyi bolygókon, vagy a földön, az baktát nem zavarja meg. Ezért ezt a bhakti jogát, amit nekünk Srila Prabhupád hozta, ezzel a tudással, mindennel, ami van, ez mindennek a megoldása valójában. Jó, vannak esetleg kérdések. Facebookosoknak is lehet kérdezni, mert most látom itt a kommenteket, Hare Krishna mindenkinek, aki Hare Krishnázott a kommentekbe. Oké, nektek nincs kérdés, Facebookosoknak nincs kérdés.
Igen. Egy kérdésem. A félelem nélküliség az, hogy elérni, hogy az ember már nem fél, az egy következmény, vagy arra lehet törekedni? Félelem nélküliségre lehet törekedni, hogy ez a következmény? Vagy ez egy következmény, nem lehet rá törekedni. Ez, igen, hát ez egy szint. Hát van, különböző van, azt mondják, hogy kettőféle vannak, hát vannak sátriák, akik félelem nélküliek, ugye harcosok, de ebben a világban jó félni, mint megijedni. Félni például az, hogyha én így maradok, és nem, és végig fogok a testtel azonosítani magamat, de ettől félni kell. Mert tudnunk kell, hogy a halál pillanatban félek, félni fogok, mert testtel azon, vagy fogok azonosítani magam a testemmel, akkor ott nagyon meg fogok szenvedni. És hogyha én félek most ettől, akkor én jól gyakorolok, hogy legalább halál pillanatig fejlődjek, kifejlődjek, és mikor én érett leszek, halál pillanatban megvalósított, akkor nem fogok átélni halálnak semmi szörnyűségét, akkor az lesz, mintha átöltöztem. Szóval... De félelem az inkább következménye amúgy. Most, amikor valaki lelki szinten van, akkor neki egyszerűen mindegy most, mi van. Van háza. Srila Prabhupád nagyon sokszor a magyarázatokban ezt írja, hogy Bakta, ő nem fél. Valamikor van ház, valamikor nincs ház, valamikor van mit tenni, nincs mit tenni, valamikor beteg, valamikor mond, na most jön a halál, akkor jön a halál. Nem probléma. Ő ettől egyet fél, ne felejtsen Krisnát. Fél elfelejteni Krisnát. Ezt fél. Erről fél. De következmény. És ez így, ezzel tudjunk tesztelni, hogy ha nekem a halálfélelem csökken, akkor én fejlődök. De ez legjobb, mikor este valaki fekszik aludni, egyedül van, akkor gondoljon bele, hogy most kell meghalnom, most. Este, sötét szobában, egyedül. Hogyha kezdek félni és pánikolni, akkor lehet tudni, igen, én teljesen a test azonosságban élek. Hogyha gondolom, ó, jó, hát akkor megyek, nincsen félelem, akkor szóval ez a félelem, ez egy teszt. Speed test. Szívesen. Na, itt van nekünk még Facebookonos, aki öngyilkosságot követel, vele mi lesz a halál után? Aki öngyilkosságot, igen, sajnos megint Facebookosoknak, nekem nem itt most, ahol én nézem, itt nem írja a neveket, csak azt írja Facebook user mindenki, mindenkinek azt írja Facebook user, ezért nem tudom most kinek válaszolok, majd Facebookon úgyis meglátom. Lényeg, hogy a öngyilkosság, ez is tudatlanságnak a hatása, egyik szempontból, a másik szempontból ez bűnnek számít, mert nem szabad megölni nem csak más állatokat, vagy más emberet, saját magát nem lehet megölni. Nem szabad. Mert ez a test, ez nem a miénk, szolgálati gép a testünk. Ezért ennek van következménye, de mi a következménye, hogyha valaki öngyilkos lesz? Akkor egy darabig nem kap testet. Finom fizikai testben lesz, szellemként fog maradni, és nagyon sokat tud szenvedni, mert szellemek nagyon szenvednek. Ezért nem jó, mert vágyok maradnak, képzeljétek el, hogy vágy marad neked,
de nincsen durva érzékszervek, amelyek által tudsz kielégíteni a vágyakat. Mert az vágy az az elmében van, de kielégíteni lehet csak érzékszervek keresztül, de neked nincsen durva fizikai szervek, te nem tudsz anyagi dolgokat élvezni. És akkor ettől nagyon-nagyon nagy szenvedés van. Na, sok minden más szenvedés is van ott. Ezért néha a szellemek, akik szerencsések, akkor megtudják Úr Siváról. Mert Úr Sivá, ő összes szellemnek a menedéke. És Buteshvara. Buta az a szellemek, Buteshvara. Buta is van az uralkodója, a szellemeknek az uralkodója. És azért mennek hozzá sokszor. Azon a helyen, ahol Sivá megjelenik, akkor ott nagyon sok szellem mindig van. Tele van szellemekkel az egész hely, mert őt követnek, mint a királyt követi az egész, nem tudom, hogy hívják magyarul, királynak a tömege. Tudjátok, katonák, szolgák, a szabója, ami minden igazítja rajta a ruháját, meg mindenki, szakács, tudjuk, hogy ha a király jön, akkor lehet, hogy pár ezer ember vele is utazik. Szóval ugyanúgy Úr Sivával mindig utaznak vándoron sok-sok-sok szellem. Miért? Miért ő a szellemeknek a menedéke? Mert ő Sivának olyan másik neve Ashutosh, az azt jelenti, hogy akit könnyen elégedíti tenni. És ők próbálnak szolgálni Úr Sivát, és amikor Úr Sivá elégedett lesz velük, akkor ő adja lehetőséget kapni újra testet. Szóval ez így történik. Ezért nem csak ott van, például a szellemek mennek templomba. Habár a templom tiszta hely, de vannak szellemek, akik bejönnek templomba, akár Krishna völgybe, akár, hogy kapjanak áldást a templom, Murtiktól, Krishnától. Ezért vannak ott is szellemek. De akkor is az tiszta hely, ez nem probléma. Szóval így történik, de ez bűnnek számít, megölni saját magát. Oké. Itt nincs több kérdés nektek. Nincsen. Rendben. Akkor itt be is fejezünk. Köszönjük szépen mindenkinek, és Hare Krishna. Góra Bhaktavrinda ki, jaj!